Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Március 7-e van, a Tamások ünneplik névnapjukat. 145 éve szabadalmat kapott Alexander Graham Bell a telefonra. 53 éve megszületett Erős Zsolt, székely hegymászó. Az első magyar, aki járt a föld legmagasabb hegycsúcsán. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Szinte minden szolgáltató egység zárva tart hétfő reggel 6-ig Szerbiában. Lehetséges, hogy az új koronavírus törzsek is hatottak a jelenlegi járványhelyzet kialakulására, vélik egyes járványügyi szakértők. Csalók környékezték meg a ludasiakat, azt állítják, hogy csak az általuk kínált orvosi vizsgálat után kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást. Megnyílt Újvidéken a Continental Automotív gyár, legkevesebb 500 szemét foglalkoztatnak majd. ...3042 személynél azonosították a koronavírus fertőzést az elmúlt 24 órában Szerbiában. A szakemberek 10.343 tesztet végeztek el. Újabb 20 beteg hunyt el a fertőzés következtében, így a halottak száma 4.562-re nőtt. Országszerte kórházakban 4.199 személyt ápolnak, közülük 171 szorul mesterséges lélegeztetésre. Ők kritikus állapotban vannak. Ezen a hétvégén a válságstáb és a szerb kormány döntése értelmében csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és a benzinkutak töltőállomásai lehetnek nyitva egészen hétfő reggel 6 óráig. A válságstáb legközelebb kedden ül össze. Ezzel kapcsolatban Branislav Tiodorovics epidemiológus a szerb közmédiában elmondta, szigorúbb intézkedéseket kérnek az egészségügyi szakemberek, ugyanis a következő napokban feltétlenül minimálisra kell csökkenteni a kapcsolattartást. A jövő héten minden középfokú tanintézmény áttér a távoktatásra. Az Oktatási Minisztérium is folyamatosan figyeli a járványügyi helyzet alakulását. Az illetékes miniszter ennek fényében dönt majd a távoktatás folytatásáról, vagy az iskolába való visszatérésről. Vajdaságban 636 új koronavírus fertőzött személyt regisztráltak az elmúlt 24 órában, tájékoztat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Ismét Újvidéken vették nyilvántartásba a legtöbb új fertőzöttet, 206-ot. Az aktív esetek száma a tartományban 10.063, csak Újvidéken 3.068-an vannak. A többi községben 1.000 alatt alakul a koronavírussal fertőzöttek száma. 40 községben rendkívülinek ítélik meg a koronavírus helyzetet, 5-ben pedig kedvezőtlen kategóriába sorolják. Lehetséges, hogy az új koronavírus törzsek is hatottak a jelenlegi járványhelyzet kialakulására, mondta dr. Milánkó Sekler, virológus, mikrobiológus a szerb közmédia műsorában. Jelenlétüket már körülbelül egy hónapja regisztrálták Szerbiában. Könnyebben terjednek, mert kevesebb vírusra van szükség a fertőzéshez. Az viszont tudományosan bizonyított tény, hogy a brit vírustörzs ellen védenek mind a nyugati, mind az orosz vakcina, hangsúlyozta. A szakember szerint a kínai védőoltás hatékonyságáról e tekintetben még nincsenek adatok, de készítési módja alapján megbízható. Mindezek a vakcinák rendkívül hatékonyak a brit vírustörzsre, de a dél-afrikai vagy a brazil vírustörzs ellen már valamivel gyengébben védenek. Ako je vakcina efikasna 80%, znači od milion vakcinisanih 800.000 se neće nikad inficirati. Od ovih 200.000, 190.000 će se inficirati tako blagom slikom da neće ni znati da su se inficirali. Neće imati ni temperaturu, ništa. I onda možda par procenata ljudi će se inficirati sa nekom blagom kliničkom slikom, imati nešto kao grip u samom početku i samo izvestan broj ljudi, možda par stotina, znači naveo sam primjer na milion, će možda morati da ima i terapijske mere i da se leči, ali neće biti životno ugrožen. Znači tako to izgleda kod vakcina, ne postoji 100%. Szerbia továbbra is a vezető országok között van az 1 millió lakosra jutó oltások arányát tekintve. A régióban az első helyen áll, megelőzve Magyarországot, Szlovéniát, Romániát, Horvátországot, Bulgáriát, Albániát és Montenegrót. Az országban eddig 1.650.000 adag vakcinát használtak fel, és több mint 620.000-en már megkapták valamely oltóanyag második dózisát is.
Csalók környékezték meg a ludasiakat az elmúlt héten, telefonon hívják fel őket, majd házhoz mennek, hogy orvosi vizsgálatot végezzenek el pénzért. A csalók azt mondják a helyieknek, hogy csak az általuk kínált orvosi vizsgálat után kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást. Az illetékesek arra kérik a polgárokat, hogy ne dőljönek be a vakcinával kapcsolatos csalásnak. Vásárhelyi Teréz is értesült arról, hogy csalók próbálják meg behálózni a ludasiakat. Ő és családtagjai nagyon óvatosak, az egyik rokona ugyanis korábban már pórul járt. Az én édesanyám is nagyon-nagyon fél, tehát bezárja a kaput, az ajtót még nappal is, megyek hozzá, akkor is csodálkozom, mert az idősebbek már nem is tudják, mit higgyenek el nálunk. A családban a nagybátyám feleségét verték így át. Jöttek orvosnak, nővérnek felöltözve, és mondták, hogy kötelező szűrővizsgálat, voltak eszközeik, felszerelésük, és kilesték, hogy hol tartsák a pénzt, tehát valami olcsóbb dolgot szerettek volna eladni nekik, kilesték, hogy honnan veszik elő a pénzt, és bizony nagyobb összeget loptak el tőlük, azóta nálunk a családban, különösen az idősek nagyon-nagyon félnek. Arnold Gizellát mélységesen felháborítja, hogy egyesek idős embereket próbálnak meg átverni. Elmondása szerint ő nem dőlne be nekik. Hát én megkérdezném tőlük, hogy mit óhajtanak, vagy hogy, de én ebben nem megyek bele, hogy abszolút elküldeném őket. Pláne még az időseket is, hogy becsapják, úgyhogy még pénzcsalogatásra, úgyhogy egyszerűen nem egyeznék bele. Telefonon hívják a helyieket a csalók. Azt mondják, házhoz mennek, ahol egészségügyi vizsgálatot végeznek el. Ezt természetesen pénzért. Azt hazudják, hogy csak az veheti fel a koronavírus elleni vakcinát, aki átesett ezen a szűrővizsgálaton. Aladis Tibor, a ludasi helyi közösség tanácsának elnöke fokozott óvatosságra inti a polgárokat. Nagyon fontos aláhúzni, hogy aki nem jelentkezett vakcinára, vagy pedig nem jelölte be azt a kockát, hogy ő helyszínen akarná ezt fölvenni, ahhoz semmiféle egészségügyi dolgozók nem fognak kimenni házhoz, illetve abban a pillanatban az embereknek érezni kell, hogy itt valami nem stimmel, és valami csalásról van szó, hiszen ha valaki ezt nem kérte, akkor biztos, hogy senkihez nem fognak kimenni házhoz, és semmiféle egészségügyi vizsgálatot nem fognak végezni, főleg pénzért. Aladics Tibor elmondta, az elmúlt héten két bejelentés érkezett hozzá csalással kapcsolatban. Ha bárki ilyesmire gyanakszik, jelentse a hatóságnak vagy a ludasi helyi közösségben. Újabb koronabulira csapott le a rendőrség a hétvégén, ezúttal Újvidék külvárosában, tudta meg a 021 hírportál. Az összejövetelen mintegy 60, zömében fiatal személy vett részt. Nem hivatalos információk szerint a buli szervezője egy 20 éves újvidéki lakos volt. Ellene eljárás indult. A hétvégén egyébként Belgrádban 818 esetben végeztek ellenőrzést az illetékesek. A vendéglátó ipari egységekben nem tapasztaltak szabálytalanságokat, de magánhelyi több összejövetel is volt. Zorán Rádojicsic, Belgrád polgármestere, a Prüva Televízió vendégeként azt nyilatkozta, 10 helyszínen kellett a kommunális rendőröknek intézkedniük. 120 szemét meg is bírságoltak. Hozzátette, a polgároknak fel kell hagyniuk a magán jellegű összejövetelekkel, hiszen ezeken terjed leginkább a vírus. Elektronikus járművezérlő rendszereket gyártó üzemet nyitottak meg ma Újvidéken. A német Continental autóipari cégcsoport újabb szerbiai üzemének ünnepélyes megnyitóján jelen volt Alekszandar Vučić szerb államfő és Ana Brnabić szerb miniszterelnök is. A 8000 négyzetméteres üzem és irodahelyiség összértéke 140 millió euró. A német Continental autóipari cégcsoport újabb szerbiai üzemében legkevesebb 500 szemét foglalkoztatnak majd, ahol műszerfalak és kijelzők mellett intelligens vezérlőrendszerek kifejlesztésén dolgoznak majd a szakemberek. A német vállalat már 3 éve üzemelteti Újvidéken a kutatási és fejlesztési központját. Itt több mint 600 informatikai szakember dolgozik. Zahvalan sam našim mladim ljudima koji su inženjerima uglavnom, koji su umeli da pokažu i prikažu našu pamet u najboljem svetlu, ali da marljivo i teško rade u prethodne 3 godine. I samo za naše ljude u Srbiji da znaju da već danas razvojno-istraživački centar je
treći, koliko sam ja razumeo, kontinentalov centar po broju ljudi. Dakle, odmah iza Nemačke i Rumunije, a već ispred Austrije i Francuske. A Continental Automotív megnyitása nagy nap, hiszen ez lesz Újvidék egyik legnagyobb gyára, aminek köszönhetően tovább fejlődik a régió, tette hozzá Vučić. A szerb állam fő köszönetet mondott a Continental gyár munkatársainak és a szerbiai mérnököknek is, akik részt vettek a gyár kivitelezésében. Csvrsto sam uveren, da će ova fabrika postaviti vrlo visoke standarde po pitanju kvaliteta, radnih uslova i zadovoljstva zaposlenih. Drago mi je što će naši mladi obrazovani ljudi imati priliku da diktiraju i kreiraju trendove na svjetskom tržištu. Inovativna elektronika proizvedena ovdje sa znakom Made in Serbia bit će naš tehnološki doprinos celom čovečanstvu. A tervek szerint Újvidéken áprilisban megalakul az első mesterséges intelligenciával foglalkozó intézet is. Magyarországon egy nap alatt 6201 új koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba, meghalt 108, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15873-ra emelkedett. 7445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 778-an vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás Magyarországon, már több mint 981 000 a beoltottak száma, közülük mintegy 307 000 már a második oltásukat is megkapták. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában van Magyarország, ezért a kormány a korlátozások szigorításáról döntött. Holnaptól, március 8-ától lépnek életbe az újabb szigorítások Magyarországon. A magyar kormány a koronavírus járvány harmadik hullámának mérséklése érdekében hozott új intézkedéseket, amelyek március 22-éig lesznek érvényben. A cél az, hogy minimálisra csökkenjenek a személyes találkozások. A zárás részleteit Vadlövő Gabriella mondja el Budapestről. Holnaptól mindenhol kötelező a maszk viselése szabadtéren. A parkok és az arborétumok nyitva lesznek, a konditermeket viszont bezárják. Az igazolt sportolók rendezvényei csak is és kizárólag zárt kapuk mögött tarthatók meg. A magánegészségügy kivételével minden szolgáltatás szünetel 2 hétig. A nem létfontosságú termékeket forgalmazó üzleteknek szintén be kell zárniuk március 22-éig. Kivételt képeznek ez alól az élelmiszerboltok, a drogériák, a patikák és a benzinkutak, illetve a nőnapra való tekintettel holnap, március 8-án még nyitva tarthatnak a virágboltok, utána azonban nekik is be kell zárniuk március 22-éig. Illetve április 7-éig egy hónapra bezárnak az óvodák és az általános iskolák is. Az általános iskolákban, ahogy eddig az egyetemeken és a középiskolákban, ez idő alatt online oktatás lesz. Segíteni fogunk, senkit sem hagyunk az út szélén, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán közzétett videóban. A kormányfő a videóbejegyzésben úgy fogalmazott, a következő 2 hét valóban nehéz lesz, hiszen az eddig nyitvatartó üzletek közül többet be kell zárni, és a szolgáltatások is szünetelni fognak. 50%-os bértámogatást fogunk adni a most megszüntetett szolgáltatásokban dolgozóknak, fodrászoknak, kozmetikusoknak, bolti eladóknak. A munkáltatói járulékot március hónapra, nem csak a 2 hétre, egész március hónapra nem kell majd fizetniük. Akik állami vagy önkormányzati ingatlant béreltek és abban működtették a szolgáltatásukat vagy a boltjukat, március hónapra ezt a bérleti díjat nem kell megfizetniük. Azok pedig, akik általányadósok, katások vagy kivások, természetesen március hónapra elengedjük az adójukat. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Új sportkellékekkel és fásítással gazdagították a labdarúgó pályát Szent Mihályon. Maradnak a hideg reggelek térségünkben.
Bagdadban misézett szombaton Ferenc pápa. Ő az első katolikus egyházfő, aki az iraki fővárosban misézett, ráadásul kelt katolikus rítus szerint. A szeretet a mi erőnk és erőnk forrása azon testvéreink és nővéreink számára, akik itt is elszenvedték az előítéletet, a méltatlanságot, a bántalmazást és az üldöztetést Jézus nevéért, fogalmazott a pápa. Ma Irak északi részén, Mosszulban imádkozik az iraki háború minden áldozatáért az iszlám állam terroristái által lerombolt templomokban. A katolikus egyházfő találkozott Azbej Tristánnal, a magyar miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkárával. Az államtitkár beszámolt Ferenc pápának az iraki üldözött keresztények számára nyújtott magyar támogatásokról, az egyházfő pedig megáldotta a magyarok misszióját. Aszfaltozási munkálatok zajlanak Ada központjában a Felszabadulás téri lakóházak udvarát felölelő részen. Ada önkormányzata a második helyi közösséggel karöltve évtizedes problémát old meg az ott élő lakóközösség kérésére. Javában zajlanak az aszfaltozási munkálatok Ada központjában. A több évtizedes probléma megoldása két fázisban valósulhat meg. A lakóközösség nevében elmondhatom, hogy ez nagy könnyítést jelent számunkra ez a beruházás, mert igazából úgy a téli, mint a nyári időszakban nagyon nehézkes volt az autóval való közlekedés, a garázsokba való beállás, illetve a gyerekeket nem tudtuk lehozni az udvarra, és most ez nagyon fontos számunkra, hogy végre ez a probléma megoldódik. 5 évvel ezelőtt már az ottani kanalizációs problémát is megoldotta az önkormányzat 1 millió dináros befektetésből. A mostani aszfaltozási munkálatok elengedhetetlenek, így a lakóközösség a második helyi közösséghez fordult segítségért. Avval fordultak, hogy hát valahogy rendezni kellene ezt az udvar részt. Hát ez olyan, hogy mindenki, meg senki sajnos, mert hogy hát ez nincs lezárva ez az udvarrész, úgyhogy ez végül is közterületnek minősül, és így a második helyi közösség tanácsa úgy döntött, hogy mindenféleképpen rendbe szeretné tetetni, de hát ez ugye közbeszólt a tavalyi évnek, sajnos ez a helyzet, nem kezdtük el időben, így valamikor év végén azért mégiscsak a munkálatok elkezdődtek. Felújítás első fázisának értéke majdnem 3 millió dinár. Előre láthatólag idén megkezdődik a munkálatok második fázisa is, amely az Adai Színház és Könyvtár udvarát is magába foglalja. Új sportkellékekkel és fásítással gazdagították a labdarúgópályát Szent Mihályon. A bánáti kertész falu mindig is a rendezettségéről volt ismert, így a helyiek összefogással és önkéntes munkával szépítették meg a pálya környékét. A 750 lakosú Szent Mihályon vasárnaponként a helybeli focipályán gyülekeznek a fiatalok. A sportolni vágyoknak ezentúl erre egyet több okuk van, mivel a magyar kormány támogatásával erőnléti edzéseket szolgáló sporteszközöket szereltek fel a pálya mellé. Miért volt ez fontos nekünk? A faluban pillanatnyilag 70-80 iskolás diák van, ők nem nagyon tudnak hol szórakozni, tehát ide szeretnénk őket húzni a sporterére, itt vannak a focisták, van két ifjúsági kategória, itt vannak a pingpongozó lányocskák, tehát őnekik akartunk biztosítani szórakozási és edzési lehetőségeket. A kellékek felszerelése önkéntes munkával történt, emellett fásítottak is a környéken. A focipálya körül 55 darab körisfát biztosítottunk a Poszádi Szolyhlád akció révén, tehát itt nem egyesületként pályáztunk, hanem magánszemélyek pályáztak. Egy-egy darab és 55 embert mozgósítottunk a faluba, ez is önkéntes munka segítségével lettek elültetve. Tehát reméljük, hogy egy nap itten hűvös lesz, meg nem fúj ennyire a szél. Pályázatoknak köszönve felújították a klub öltözőjét és a lelátó tetőzetét is. A csapat az új idényt magasabb fokozatban kezdi, ezért is volt fontos az újítás. Először vagyunk ebbe a Becskereki körzeti ligában, amióta a fönnállásunk létezik, 57 óta, úgyhogy nekünk ez nagy eredmény, és azon törekszünk, vagy legisjobban úgy mondjam, hogy a bemaradáson törekszünk. A táblázatnak a
az alsó részében vagyunk, nem vagyunk sereghajtók, ott vagyunk a veszélyzónában, hogy szokták mondani. Épp azért ez a kis erősítésre voltunk rákényszerülve. Az edzési lehetőséget a fiatalabbak is kihasználják. A labdarúgóklubban ugyanis a 10-12 éves korosztályban 15-16 helybeli gyerek jár edzésre. Tavasz köszöntő sáfrány túrára csalogatta a természetkedvelőket a Topolyai Arkusz Természetvédelmi Egyesület. A tavasz egyik első vadvirágát a Topolyai tó környékén tekinthették meg a résztvevők, akik szép számban voltak jelen az eseményen. Az egyesület a későbbiekben újabb növénylátogatásra, Hérics túrára invitálja az érdeklődőket március második felében. Az igazi tavaszi idő sok embert kicsalogatott, hogy részt vegyen az immár 9. alkalommal megszervezett sáfránytúrán. Kicsik és nagyok indultak felkutatni a Topolyai tó környékén a koratavasz első hagymás vadvirágát. Horváth Ervin Zentáról érkezett a sáfránytúrára. Elmondta, nem első alkalommal vesz részt ehhez hasonló eseményen. Vannak különböző programok és túrák, úgy mint van a gyöngybagoly gyűrűzés, van a fülemülék éjszakája például, van ez a sárfány túra is úgy szintén, és nagyon jól bemutatja szerintem, hogy itt Vajdaságban milyen értékek vannak, és hogy nem csak a televízióban láthatunk afrikai állatokat, és nem csak az a természet, hanem itt nálunk is csak ki kell menni a városból, és egyből már bírunk csodákat látni. A tarka sáfrány lila, fehér, valamint kék változatban pompázik, jellemzően február végétől, március elejétől. Megjelenése az ősgyepes területekhez kapcsolódik. Térségünkben nagyobb számban a Szabadka-Horgosi homokvidéken, a Krivaja-patak völgy hálózatában, illetve még a Fruskagora területén található. Ezek a túrák ismeretterjesztő célt szolgálnak, a növények védelmére hívják fel a figyelmet. De ezeknek a túráknak is ez a célja, hogy a természetbe kihozzuk az embereket, megmutatjuk ezeket a növényeket, például, mint a tarkasáfrány nem védett, de mondjuk, hogy védendő miért fontos, még véletlenül se lépjünk rá, úgy menjünk. Tehát igazából egy kis viselkedést is tanítunk az embereknek, hogy a természet, mikor kijövünk, akkor hogyan kell viselkedni, és hát mi a szerencsére sok a gyerek mindig, ők ezt már így megtanulják pici korban, és teljesen természetes lesz nekik, hogy ezekre a növényekre vigyázni kell, és ne az legyen az első, hogy leszedjük, vagy netán esetleg az élőhelyüket fölégetjük. Az Arkusz Természetvédő Egyesület következő eseményén március második felében Hérics túrán vehetnek részt az érdeklődők. És most az időjárásról. Az előttünk álló hét elején még fagyos reggelekre, napközben pedig sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb nappali csúcsértékek 8 és 14 fok között alakulnak. Péntekre esőzést jósolnak a meteorológusok, ami egész hétvégén jellemző lesz. Az eső mellett melegedés is várható, azokon a napokon akár 17 fok is lehet. Kettőnullás vereséget szenvedett a TSC idegenben a Radnički Niš-től a szerb labdarúgó Superliga 26. fordulójában. Az első félidő 25. percében Marković góljával szerezte meg a vezetést a Nisi együttes, majd a második félidő 52. percében Gavrić talált a kapuba. A topolyai csapat jelenleg a tabella 8. helyén áll, 38 ponttal. Fucsovics Márton 7-6-6-4-re kikapott az 1,12 millió euró összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztorna döntőjében a negyedik helyen kiemelt orosz Andrei Rublyovtól. A világranglista 59. helyezettje pályafutása első ATP 500-as fináléjára készült, ahova selejtezőből jutott be. Fucsovics a döntőbe kerülésével várhatóan 13 helyet javítva a 46. helyre ugrik a világranglistán. A második helyért járó díj mellé pedig 66 ezer eurót kapott. A magyar játékos a jövő héten Dohában szerepel, ahol az első fordulóban a szerb Dusan Lajovic vár majd rá. Egyébként Dohában tér vissza több hónapos kihagyás után a svájci Roger Federer is. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Szinte minden szolgáltató egység zárva tart hétfő reggel 6-ig Szerbiában. Lehetséges, hogy az új koronavírus törzsek is hatottak a jelenlegi járványhelyzet kialakulására, vélik egyes járványügyi szakértők.
általuk környékezték meg a ludasiakat, azt állítják, hogy csak az általuk kínált orvosi vizsgálat után kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást. Megnyílt Újvidéken a Continental Automotive gyár, legkevesebb 500 személyt foglalkoztatnak majd. Köszönjük figyelmünket, további hírek és információk honlapunkon a panonrtv.com-on. Maradjanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!